A záhonyi középiskolások mutatják be tánccal és énekkel a 97 évvel ezelőtt aláírt békeszerződést megelőző és az azt követő történelmi eseményeket. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyarországgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává. Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke beszédében arra emlékeztetett, a magyar nemzetet történelme során öt nagy sok érte, Muhi, Mohács, Kismajtény, Világos és Trianon. Történelmi visszatekintésében az alelnök elmondta, a diktátum aláírása után a magyarok többségében a revízió gondolata tartotta a lelket, de a II. Világháborút megelőző területgyarapodást a vesztes oldalon befejezett háború végül semmissé tette. Ezt a traumát sokak szerint máig nem heverte ki Magyarország. Ez irányba tett fontos lépés a nemzeti együttműködés és összetartozás gondolata, hiszen fölülemelkedik ezáltal a nemzet a trianoni traumákat és a korábbi történelmi traumákat övező vitákon, átpolitizáltságon, és mindenek fölé helyezi azt az összetartozás érzést, amely minden magyar embert együvé sorol, és a viták fölé emel. Nyíregyháza polgármestere azt hangsúlyozta, a megyeszékhely mindent megtesz a városban élő közösség összetartásának erősítéséért és a határon túli magyarság befogadásáért. Utóbbinak jó példája az, hogy eddig közel 20 000-en tették le az állampolgársági esküt. Hozzátette, a múlt hibáiból kötelessége tanulni a felnövekvő generációknak. Ez az emléknap éppen ebben segíthet a magyaroknak. Folyamatosan minden nap tenni kell érte. Egyrészt, hogy ilyen még egyszer ne következhessen be, tisztán lássuk a helyzetünket, illetve a trianon után adódó lehetőségeket is teljesen kihasználjuk. Ezt igyekszünk megvalósítani itt Nyíregyházán is, hiszen itt a mi városunkban a nemzeti összetartozás az a mindennapokban élő kötelék. Nagyon sok testvérvárosunk van a régi történelmi Magyarországon, ahol magyarok is élnek. Az ünnepség zárásaként a történelmi egyházak képviselőinek részvételével a város, a megye és a megyei kormányhivatal tisztségviselői közös koszorút helyeztek el a Trianon emlékére állított emléktáblánál a megyeházán.